Szia, Viktor! Azért jöttem, hogy nevezzetek el rólam egy stadiont. Természetesen a legnagyobbat. Jó, hogy jöttél, mert kéne egy kupó határa. Amerikai. A kerítés! Azok lőnek. A kerítés! Azok ölhetnek. Mennyi kutyaszar van Peste? Ne is mondja, valaki még sétáló utcát akar. És szarban sétáló utcát. Hogy majd ne tudjunk itt kocsival elmenni. Egyszer elvállaltam egy ázsiai filmet. Amiben megvertem. Igen, amiben vesztettem. Láttam. És hiteltelen lett a film. Ha szabad megjegyeznem, már nem olyan fit és erős. Igen, mert kétszer elszámoltam végtelenig, és az eléggé megviselt. Haladjál már a szaroddal, vénszar, biztos MSZP-s. Még meg sem dicsértem, de nagyon szép a feleséged. Nagyon szép. Majd egyszer bemutatom az enyémet is. Itt szólnál, ha jól meghúznád. Nos, nagyon szép, meg imádom az ilyen szőkenőket, de nekem feleségem van. A kocsit húzast meg! Ja persze, természetesen. Engem már nem ver le a Gyurcsány 2006-os rendőrsége gyorshajtásért. Azt mondják, hogy te elpusztíthatatlan vagy, de mindjárt leviszlek vidékre és megmutatom, mi az a pálinka, hülye gyerek. Magyarországon van egy szolgáltatás, ami arról szól, hogy ébresztőt tudsz kérni. Például, hogyha fel akarod ébreszteni a szomszédodat, akkor betelefonálsz, mondod, hogy van nála drog, drogokat készít, vannak nála a pincében emberek, és ezek kijönnek és felébresztik. Elviszlek megmutatni Magyarország legjobb minőségű, legmagasabb színvonalú ébresztő csapatához. Pörgőrúgást nem ismered? Hagytam a mesternek, hogy fejbe rúgjon, és a sípcsottya szilánkosra tört, mint a biztonságüveg. A romániaiak baszakodnak az én székely szavazóimmal. Nem löknéd be őket a Fekete-tengerbe? Bocs, de nem politizálok!